Alex az egyetlen adventista iskolába járt, ami az Andamán és a Nikobár szigeteken működött. Ezek a szigetek a Bengáli öbölben találhatók, jelenleg Indiához tartoznak, még ha közelebb is vannak az olyan kelet-ázsiai országokhoz, mint Myanmar vagy Indonézia. Alex kellemes emlékeket őriz erről az iskoláról. Szeretem az iskola tanárait, mivel nagyon kedvesek hozzánk. Az iskola tananyaga a Bibliára épül, csak három tanár dolgozik itten, ami azonban hiányzik a mennyiségben, bőven benne van a minőségben. Az iskolai nap imával indul, ezután mindenki helyet foglal az osztályában, valamilyen bibliai történetet tanulmányoznak, majd ezután megtanulják az aznapi igeverset. Az iskolának jó híre van a környéken. Minden szülő szeretné, ha a gyermeke sikeres lenne, Alex szülei is ezért bízták az adventista iskolára gyermekük oktatását. Sajnos az iskolában óvodás és előkészítő osztályos gyermekeket fogadhatnak csupán. A tanulóknak az előkészítő osztályt követően más oktatási intézménybe kell átiratkozniuk. Tavaly 32 tanulónk volt, ebből 9 végzett. Ez azt jelenti, hogy kijárták az óvoda kis és nagy csoportját, aztán átmentek más iskolába, mivel itt csak előkészítő osztályig tudunk foglalkozni velük. Az új iskolában Alexnek szombaton is órákra kell járnia, azonban hála az eddig tanultaknak, sikerült tanárai előtt megvédenie meggyőződését. Elmondtam a tanárnak, hogy a negyedik parancsolat szerint meg kell szentelnünk a szombatot. Ezen a napon a szombatiskolában a helyem, mivel Istennek szeretnék engedelmeskedni. Elmondtam azt is, hogy ha nem tanulok meg Istennek engedelmeskedni, hogyan fogok neki engedelmeskedni? Ezért kell nekem imaházba járnom. Miután a tanár beszélt Alex szüleivel, Alex megkapta a szabad szombatot. Alex nem az egyetlen tanuló, akinek szombaton iskolába kell járnia. Számos adventista tanuló ugyanilyen helyzetben van. Éppen ezért az ebben a negyedévben begyűlt adományokból szeretnék kibővíteni az iskolát, hogy nagyobb gyermekek is járhassanak ide elemistáktól liceumi diákokig. Kérjük, imádkozzanak az egyházunk tevékenységért az Andamán és Nikobár szigeteken. Az összes környékbeli tag forrón imádkozik ezért az iskoláért. Szükség van az adventista általános iskolai oktatásra, hogy a gyermekek gondok, akadályok nélkül végezhessék el tanulmányaikat. A 13. szombati adományok egy részének segítségével egy angol tannyelvű adventista iskolát építünk az Andamán és Nikobár szigeteken a felsős tanulók számára, hogy még többen megismerhessék Jézust. Köszönjük, hogy támogatnak bennünket 13. szombati adományaik révén.